Óbecsétől Sárospatakig, Budapesttől Szegedig több száz táncos érkezett a hétvégére Sátoraljaújhelybe, hogy minősítessék produkcióikat. A 12. Zemplén Országos Társas Táncfesztivál és Koreográfus Verseny zsűriével. Az eseményen, mely pénteken a koreográfusok versenyével kezdődött, 14 iskola képviseltette magát. Itt két nívó 3, 12 nívó 2 és 8 darab nívó 1 minősítés született. Minden kollega nevében mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok munka van, nem csak a nívó 1, hanem akár az ezüst vagy a bronz díjak mögött is. Egész éves munkát kell ezzel alatt érteni, egy-egy verseny az csak egy állomás, egy megmérettetés, de mindenképpen folyamatos munkára van szükség, egészen szeptembertől tanév végéig készülünk a gyerekekkel, először technikai alapozás folyik, és utána készül el a koreográfia arra építve, hogy milyen szintre tudtunk a tanév során fejlődni a gyerekekkel. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola is alapfokú művészeti iskola vezetője, koreográfusa két koreográfiájával nívó 1 fokozatot ért el. A sátoraljaújhelyi táncosok erre a fesztiválra meglepetés produkcióval is készültek. Szerelem nélkül nincs semmi címmel mutattak be Bécsi Keringőt, és itt jön a különlegesség. A dalt a csoport vezetője, a fesztivál szervezője adta elő. Az István a király hozta az ötletet, mivel ott egy kis énektudásbeli különbség volt még a mostanihoz képest, és Gregor Robert barátom kapacitált, hogy a hangnak megfelelő zenéket találjunk, és ebbe kezdünk el gyakorolgatni. És aztán talált ezt a számot, hogy ez milyen szép, ez neki hogy tetszik, és ez egy Bécsi Keringő mondta, igen, ez nagyon szép szám, akkor is mondta, te Tomi, milyen jó lenne az, hogyha erre csinálnál egy koreográfiát, és te énekelnéd el. Hát mondom, persze, jó vicc, de aztán addig nyüstölt, hogy hát fél évet gyakoroltunk rá, magára az énekre is, közben akkor kitaláltam a koreográfiát, és a lányoktól talán mostanáig az utolsó hétig tudtuk titokba tartani, hogy nem így fog kinézni, hogy az eredeti énekessel táncolják, hanem majd velem. Az a koreográfus, mely 3 fesztiválon nívó 1 fokozatot ér el, aranytánc cipődíjra érdemesül. Amennyiben ezt még egyszer teljesíti, akkor örökös aranytánc cipős lesz. Idén Lőrinczy Zsolt koreográfus kapta az örökös aranytánc cipődíjat. Hát ebben az új koreográfiában egy év munkája van, és ezért a díjért dolgozom én már 12 éve itt Újhelybe. Úgyhogy nagyon sokat jelent számomra és az egész csapat számára. A koreográfusok pénteki versenyét szombaton a táncos párok értékelése, illetve a menetszamba felvonulás követte. A tánccsoportok minősítésére szombat délután és vasárnap délelőtt került sor. A 6-tagú neves zsűri 6 bronz, 30 ezüst és 8 arany minősítést osztott ki a minősítő versenyen.